Szeretettel köszöntöm a kitartó hallgatóinkat itt is, és az online térben is. A most következő előadója a tanszéktörténeti szemináriumunknak az Bajnóczi Kovács Edina, akit mi még csak úgy simán Kovács Edinaként ismertünk valamikor az ánti világból. Nagyon kedves régi hallgatónk, aki mint befejezve a szakját, hazament Gyömrőre, és ott kezdett a műfázba dolgozni, és innen igen kalandos életútja van, ezt ő el fogja mesélni, hogy mi, hogyha nem találkoztunk volna még vele, akkor a szabadúszó néprajzos foglalkozásáról lesz többek között szó, úgyhogy én nagy szeretettel köszöntöm Edinát, nagyon köszönöm, hogy eljöttél, és akkor át is adom neki a szót. Köszönöm. Szeretettel köszöntök én is mindenkit, benneteket. Nagyon nagy örömmel érkeztem én ma ide, és igazából úgy tekintem ezt a meghívást, hogy picit bemutathatom, hogy hova visz egy embernek egy tanszéki kurzusról az útja, és hogy mi az, amit végül is a maga létrehoz és kitalál, hogy mi az, amit tehet ezzel a diplomával. Anélkül, hogy igazából szervesen kapcsolódna egy múzeumhoz, egy tanszékhez, egy kutatási közösséghez, és mégis azt gondolom, hogy fontos, hogy tényleg ezt is lássátok, hogy így is lehet, és nem csak én vagyok egyedül, aki a néprajzot így műveli, hogy ne csak rébuszokba beszéljek, elkezdem a történetemet. 2002-2003 évben volt egy szabadtéri néprajzi múzeológia kurzus, Cseri Miklós tartotta, úgy hallom, hogy ő azóta is tanít itt a tanszéken, és ehhez még Berett Kibolya is csatlakozott egy előadással, ami az elején volt, hogy ők milyen együttműködést szeretnének így a skanzen és a tanszék között, erre is nagyon emlékszem. És ezen az előadáson a legfontosabb mondat, ami úgy bennem megmaradt, és aztán haza menve végül is ezen az úton indultam el, az az volt, hogy 1964-ben a Velencei Karta megfogalmazta, ez egy népi építészeti szakmai kongresszus, aminek az egyik alapdokumentuma volt ez a Velencei Karta, hogy a legmagasabb szintű műemlékvédelem az az in-situ, tehát helyben megőrzött műemlékvédelem. És ez egy picit a fantáziámat megindította, hiszen Gyömrőn, ahonnan én érkeztem, van egy 1840-es évekből lévő, tehát akkor épült tájház, az előadást léptetni, segítesz egy pillanat. És művelődési házban kezdtem el dolgozni 2003. augusztusában, és ott ötödéves voltam akkor itt az egyetemen, tehát igazából már az utolsó ilyen záró óráim voltak, és úgy éreztem, hogy elkezdtem dolgozni, ha már ez a lehetőség adódott. És ott a tájház ugye a kezem közé esett, hogy hát van ez is. Ugye a rendszerváltást követően volt egy önkormányzati törvény, ami a kisgyűjteményeket az önkormányzatokhoz sodorta. Tehát a régi múzeumi hálózatból, ami így a megyei múzeumi hálózatok közé volt, nekünk a Pest megyei múzeumok, illetve a Ceglédi múzeum volt az, akik a gyömrői tájházat segítették, hazaadta úgymond az önkormányzatnak. És az önkormányzat mind tulajdonos, és művelődési ház mind fenntartó kellett megfeleljenek azoknak a múzeumi elvárásoknak, amit egy tájház előír. Na most ez a tájház, amit itt láthattuk, ez a gyömrői tájház, volt az első ugye találkozásom a néprajzzal. Az volna a kérdésem, hogy mit gondoltok, hogy napjainkban mennyi tájház van Magyarországon? Tippeket várok, és akkor utána szűkítem egy kicsit a kört, hogy abból mennyi működési engedéllyel rendelkező tájház van. És akkor rátérünk a tájház fogalmára, meg ugye
kell. Na, ez egy nagyon jó szám, majd elmondom, mire összesen mennyi tájház van, az ennél egy picit több. Sokkal több. Én ezerre gondolok. Az nagyon szép szám. Egy kicsit sok, de nem rossz. Az már inkább közeli. Jó? Attól függ, hogy mit értünk. Így van, így van. 780. Na jó, akkor most már nem árulunk zsákba, macske. Megközelítőleg 600 tájház van Magyarországon. Ebben benne vannak a működési engedélye rendelkezők, és a anélküliek is. Viszont nagyon jó volt a szám, az majdhogy nem 200 az a tájház, ami működési engedéllyel rendelkezik. Na most az 1997. évi 140-es törvény az, ami előírja, hogy mit akar az, hogy működési engedély, muzeológiai szempontból működési engedéllyel rendelkező gyűjtemények melyek, és milyen szabályai vannak. Ezt egy 2010-es, január 14-i kormányrendelet még kiegészített egy kicsit jobban, és ez meghatározza mindazt, hogy mit tekintünk gyűjteménynek, milyen szabályai vannak, és ezek közül a tájházakra a közérdekű muzeális kiállítóhelyek és közérdekű muzeális gyűjtemények vonatkoznak. Na most az, hogy a tájház önmagában mit takar, azt a következő gyönyörűen megfogalmazott, ezt látjátok, következő, itt van. Tehát a tájházak olyan helyben megőrzött szaknyelven in situ építmények, amelyek a népi építészet szempontjából jelentős, esetleg népi műemlék épületekben a helyben összegyűjtött és megőrzött tárgyakkal, berendezett lakásbelsőkkel, az adott település vagy tájegység hagyományos tárgyi kultúráját mutatják be. Olykor műhelyek, gazdasági épületek vagy egyszerűbb ipari létesítmények is lehetnek ilyen tájházak. Minimum követelménye, hogy legalább egy helyiség legyen a tájháznak, amely interior kiállítással, tehát eredeti szobabelsővel rendelkezik. Ez alap kérdés, és ezért van az, hogy amit tanár úr is említett, hogy alapból ennél sokkal több gyűjtemény van, és nem csak tájházak, ugye a tájházak azok eredeti épületben, tehát egy adott korszaknak berendezett szobabelsővel, de ezen kívül ugye a helytörténeti gyűjtemények nem ide tartoznak, holott sokszor azok is ugye néprajzi gyűjteménnyel rendelkeznek, csak esetleg az épület nem megfelelő. Ilyen például Kóka esete ott tőlem közel, ahol nagyon jó a gyűjtemény, de az épület nem megfelelő állapotú, tehát ezért nem tájháznak mondjuk, hanem helytörténeti gyűjteménynek. És ezek azok a fontos kritériumok, aminek meg kell felelni. És a világörökségi várományosi helyszínekre felterjesztett magyarországi tájházak hálózatában ez az egyik alaptézis, hogy ez a tájház az egy népi építészeti emlék, tehát még ami itt szerepelt, népi műemlék is legyen. Tehát nem elég, hogy berendezett, mikor hűen berendezett legyen az az épület, hanem népi műemlék is legyen. Ezen a listán most 109 olyan tájház van Magyarországról, amely műemlék is. A műemléki kategória és a gyömrői tájház is ilyen, az ugye egy magasabb szintet képvisel, és azért tartották fontosnak, hogy az UNESCO várományosi listára kerüléshez esetleg írják, hiszen a műemlék az az alap, amiből kiindulunk, tehát az eredeti épületek. Hogy miért olyan nagyszerű gondolat ez szerintem, hogy a tájházhálózatot az UNESCO várományosi listára felterjesztették, szerintem azért, mert ez valóban képes arra, hogy a Kárpát-medencének egy adott korszakban a 18-20. Századi népi építészetét és az életmódját is, tehát a berendezéssel együtt az életmódot is bemutassa, tehát hiteles bemutatásra képes, és ha ezt jól tudja a kormányzat és a
tulajdonosok is jól tudják ezt kezelni, akkor ez egy nagyon gazdag és fontos helye lehet nem csak a helyi közösségeknek, a helyi identitásnak, hanem személy szerint én azt gondolom, hogy a néprajznak is, illetve a kutatásoknak is ez egy nagyon jó bázisa. Én saját magam azt tapasztaltam, hogy ugye ez a 70-es, 80-as években, ugye 74-ben volt egy miniszteri döntés, egy 30 millió forintos támogatás, amelyből Magyarországon körülbelül 100 olyan tájház létesült, amelyet a népi műemlékek megmentésére szántak, tehát hogy ezért indították el. Nos, Gyömrő is ebbe a hullámba volt benne, és 1983-ban létesült nálunk a tájház, de ez a lendület, meg ez a mondjuk hozzáadott gondolati dolog a 20. század végére, tehát a 2000-es évek elejére egyszerűen már elmúlt, és ott voltak az önkormányzatok a rájuk testált gyűjteményekkel, néprajzos kollégák nélkül, holott a törvényt, ha elolvassátok, adnak komoly előírása, hogy csak néprajzos végezheti benne a leltárt, tehát magyarán alkalmaznia kell a gyűjteménynek. Most el tudjátok kérdeni, hogy Magyarországon hány olyan tájház van a Mariska nénik meg a Erzsi nénik bűvöletében, akik valóban tudják ezt tartani. Tehát én azt gondolom, hogy egyébként nagyon jó előírás ez, meg ez egy nagyon komoly szakmai kihívás, csak valahogy az önkormányzatokat, meg a múzeumi szakmát össze kéne találkoztatni. Erre szerintem vagyok egy példa én, hogy én a kis településemen ezt hogyan tudtam megvalósítani, illetve tudok olyan Debrecenbe végzett hallgatóról, Bihari Horváth Lászlóról, aki a Hajdú Bihar megyébe, a saját régiójában önkormányzatokat szólított meg, és ő az, aki felel gyakorlatilag a gyűjteményeknek a karbantartásáért, leltározásért, ő szervezi a kiállításokat, ő csinálja a felújításokat, tehát gyakorlatilag az önkormányzat vele köt szerződést, és térségi szinten csinálja ezeket. Ez nagyon-nagyon jó példa. Ő egyébként elnökségi tag is volt a Tájházszövetségben, és a Magyarországi Tájházak Szövetsége megalakulása, ez a 2002. november 26, ez pont itt zajlott, tehát tanszéki előadás közben Cseri Miklós jött, és azt mondta, hogy ez tegnap történt. Tehát, hogy ez annyira élő volt ez a történet, és Füzes Endrét volt az alapító elnök, ez egy békési népépítészeti konferencián fogalmazódott meg, hogy ezekkel a gyűjteményekkel valamit kéne kezdeni, és Füzes Endrét ugye Pécshez nagyon sok szál köti, múzeumi dolgozóként középiskolába és a ciszterciekhez jár. Én rengeteg történetet hallottam tőle, és Szabjár Péter Jósvafői tájház vezetője, és ő volt az ügyvezető elnöke kezdetektől. Hát a halál előtt egy-két évvel adta át ezt a stafétát, és jelenleg pedig, hogy azért jelenlegi adatot is mondjak, Berecki Ibolya, a dr. Berecki Ibolya, a Skanzen igazgatóhelyettes asszonya az egyik, tehát ő a vezető, és Hegedűsné Majnár Márta Noszvajról, ő pedig az ügyvezető. Na most az ő munkájuk irányította arra a figyelmet, hogy a Magyarország és a határon túli tájházaknak szakmai segítségre is szükségük lesz ehhez, hogy ezt meg tudják újítani, illetve érdekérvényesítésben is segíteni kell őket, hiszen ha valami jogszabály megjelenik, és abban ugye nem tudnak részt venni mondjuk az adott gyűjtemények, mert ők nem tartoznak bele, holott úgy érzik, hogy ez egy nagyon fontos eleme lenne az ő munkájuknak, akkor a szövetség ebbe is segít. Történetesen volt nekem is ilyen észrevételem, amikor egy kubinyi pályázat kiírása kapcsán olyan kritériumokat írtak elő, amelyben úgy éreztem, hogy sok visszajelzés alapján a tájházak felől bele kell lépni. És akkor, mint a mesében, megírtuk a minisztériumnak a levelet, és ezt én írtam alá. Mert ugye ez egy társadalmi szervezet, tehát a Tájházszövetség az egy
társadalmi szervezet, nem független bármilyen múzeumtól, és tényleg a kisgyűjtemények érdekeit tartottuk szem előtt. Számos ilyen dolog volt, amiket aztán beépítettek a múzeumi rendeletekbe, vagy pályázati kiírásokba, úgyhogy szerintem ez nagyon nagy érdeme a Tájház Szövetségnek. Füzes Endre volt az, aki megfogalmazta azt, hogy a Tájház Szövetségnek az az elsődleges feladata, hogy hitelesen berendezett épületek legyenek azok, amelyeket mi támogatunk, kiválasztunk, mondjuk évtájháza, vagy évtájház vezetője, ilyen díjakat, vagy jelöléseket is a Tájház Szövetség kitalált, és ehhez a kritériumi rendszert ő fogalmazta meg, voltunk közösen ilyen bejáráson, és akkor ott nyilván ilyen szempontrendszer szerint pontoztuk az adott tájházakat, és születtek meg belőle az évtájháza díjak. Ez szintén úgy érzem, hogy nagyon fontos. Azon kívül azok a kiadványok, amelyeket hoztam, a tájházi hírlevele, azok az egyesületi működésről, a tájházaknak a kiállítás megújításairól szólnak. Tehát szintén nagyon sok plusz információt adnak azoknak, akik most kezdik, vagy éppen szakmailag szeretnének ebben fejlődni. Folyamatos képzést és önképzést is biztosít a szövetség. Erre nagyon jó példa volt 2009-ben a tájházvezetők képzése, Tájházi Akadémia címmel futott, ezt még Szabjár Péter találta így ki, és ő tartotta, ő fogta össze. Én akkor, mint pályázatíró jelentem meg ebbe a pályázatba. Fontos még hozzám tenni, hogy egy idő után azt vettem észre, hogyha én fejleszteni akarom a gyűjteményt, akkor én megkeresem a polgármestert, az volt az első, megkerestem a gyömrői polgármestert, elmondtam neki az egész tervet, hogy a tájházzal kapcsolatban milyen megújítási folyamatokat kellene, és azt mondta, hogy Elina, ez mind nagyon szép, és én mindenben segítelek meg támogatlak, pénzt honnan szerzünk hozzá, mert az, azért az nincs az úgy, hogy az ember megálmodja. És itt jött képbe az, hogy gyakorlatilag ez a 2000-es évek elejétől kezdve állami szinten elindult az Oktatási Kulturális Minisztériumnak ilyen támogatási rendszer, ami egyébként hál' Istennek töretlen, tehát független bármilyen kormányzattól, és ténylegesen évek óta biztosítja a tájházak számára a fejlesztés lehetőségét, elsősorban az épületfelújítást, a kiállítás megújítás, de múzeumpedagógiai programokat is. Na most itt 2005-ben, hát még zöldfülű néprajzosként, tehát gyakorlati szempontból volt mögöttem egy skanzenes kéthetes terepgyakorlat, vagy múzeumi gyakorlat, és igazából nem tudtam, hogy mit kezdjek egy olyan házzal, ami le van pukkanva, a tárgyi anyag teljesen le van amortizálódva, és hogy lehet ehhez jól hozzányúlni. Úgyhogy egy ilyen szakmai találkozót szerveztem, háttérben ott a polgármester, a skanzenből két múzeológus, Vas Erika és Batári Zsuzsa voltak, akik segítettek nekem ebben. Ugye nagyon fontos, hogy én helyben élek, tehát hogy ezt senki nem akarta, hogy mondjuk kidobálom a tárgyak felét, és aztán az ellenség az ott lesz, hogy Edina volt az, aki ezt megtette. Tehát ez nagyon jó érzés volt, hogy de hát itt volt a Vas Erika, és tehát hogy nem én voltam. Tehát nem én mondtam ki ezt a áment a tárgyak válogatására, és itt a másik képen a Kajári Gabi is látszódik. Uh-huh. Ez volt az, amikor kértem a ti segítségeteket is, meg minden tanszék, Pesti, Debrecen, Pécs, és akkor hallgatók jöttek és segítettek egy nyári ilyen tájházas szakmai napon. Az volt a szerencs, hogy ehhez a skanzen is mellé állt, úgyhogy ők aláírtak nekik, mivel ott volt két muzeológusuk a gyakorlatot, és én meg a legtöbbet profitáltam, mert nekem meg aztán segítettek. Na most ugye az épületnek a tehát elsődleges szempont, amit mai napig szem előtt tartok a gyűjtemények szemrevételezésénél, vagy az első pillantásnál, amikor engem elhívnak valahova, hogy Elina, új kiállítást szeretnénk, ez szokott lenni. És
hát sajnos ilyenkor egyből koccanás van, mert az új kiállítás az nem úgy működik, hogy most indulunk és már csináljuk is a témákat, választjuk. Nem, épület. Ha az épület rossz állapotban van, vizesedi, gombás gerenda van benne, a tárgya, szuette, bármi, első feladat az mindig a tárgyaknak a tisztítása, konzerválása, a gombamentesítés. Tehát ez a legelső. Na, ezt nem annyira szokták szeretni az önkormányzatoknál, amikor nem tudnak egy választási kampányba egyből domborítani, mert épp úgy találtak meg, de ettől függetlenül mégis elfogadják. Most példákat hozok, és azokat fogom bemutatni. A gyömrői volt az első, tehát itt egy gombás gerenda volt a lakószobának lakószobátát kívelő gerenda, és hát gyakorlatilag az egész épületet egyébként veszélyeztette. Ez abból adódott, hogy a tetőt a 80-as években úgy a helyi lakosok szeretetéből készítették nagy igyekezettel, és bizonyos ilyen hátulatlan akácfákat raktak be gerenda, vagy ilyen léceknek, tehát ilyen hullámos volt a tető, és beázott az épület, és aztán egy idő után nyilván minden kártevő is megjelent. Elől pedig, hát volt 2006 körül egy földrengés, meg itt közben átmenő forgalom volt előttünk Gyömrön, és elég rendesen ott meg sérült az épület, úgyhogy kellett ilyen fal, úgynevezett falfelvarrást végezni, új tetőt kapott, és gerenda csere is volt, tehát ezek voltak az első lépések. Aztán a tárgyválogatás, tisztítás, konzerválás, ez következett, és akkor, hát ez egy, most úgy nézzétek, hogy nyilván az akkori, ez olyan 2008-as állapot szerint megújított, tehát nyilván nem ilyen múzeumi babát használnék most, hanem már most, amit használunk a kókai gyűjteménybe, az már teljesen profi múzeumi baba, tehát nem így néz ki. De ez akkori állapothoz képest egy nagyon nagy dolog volt, hogy egyáltalán be tudtuk ilyen szépen rendezni, vissza tudtuk rendezni, tehát nem a mi feltalálásunk volt, viszont a tárgyak teljesen jó állapotba kerültek vissza az építés során. És akkor ami még fontos volt, hogy az udvarra volt egy 80-as években Szalai András féle felmérés, amit a skanzenben találtam meg, és az alapján, hogy a régi melléképületek is rögzítve voltak, és valamiféle analógiákat keresve muszáj volt WC-mosdó csoportot, egy présházba került a WC-mosdó, és aztán egy kemencét is, egy, hát nem éppen ilyen kemencénk volt, de próbáltuk azt a alföldi egyszerű kemencét visszaállítani. Én állandó építésszel dolgozom, Buzás Miklós a főépítésszel a skanzenből évek óta, tehát ő nem csak Gyömrön, minden más munkában, amit megmutatok, ő az. Faanyagvédelemmel is egy emberrel dolgozok, Deveszkovi Józsefnek hívják, egy pomázi cég. Hugyecsek Balázs, aki szintén a skanzenbe dolgozik, látványtervező és restaurátor, ő vele, és restaurálásban még másokkal, mert hogy textil meg faanyag restaurálások sok van, úgyhogy az még több. És hát egy közösségépítésre is szükség van a tájházban. Tehát ugye itt szigorúan csak a gyűjteményről beszéltem, holott az, hogy működjön az a tájház, oda valóban közösségi szintér, művelési tér kell. Tehát egy olyan közösség, aki azt működteti. Nyugdíjas klub, egy mondjuk néptáncsoport, akik ezt állandóan programokkal ellátják. És hát én magam is, mivel a műfházban dolgoztam, tájházi libahajtó, disznóvágás, menyasszony kikérés, a saját esküvőm is a tájházba zajlott. Annyi képen van, hogy nem akartam mindennel rátugzódítani. Tájházi fotózás, csináltunk egy kemencés tanfolyamot, tehát hogy kemencés ételeket hogyan kell készíteni, csapatépítő rendezvények, ottalgós bulik, tehát ilyen gyerekeknek az udvaron, és akkor tehát rengeteg közösségi program, mindezt azért, hogy
valóban élővé tegyük a tájházat, és a közösség sajátjának érezze. Tehát az, hogy kutatás és rengeteg lehetőség rejlik benne, azt muszáj a nagy közönséggel is megismertetni, oda meg csak ilyen programokkal tudod behozni az embereket. Én 18 éve csinálok egyébként betlehemes előadást minden évben, a pandémia maradt ki, tehát hogy most ez maradt ki, és minden évben vannak gyerekek, ott a Galgamentéről hozunk betlehemes, tehát gyömrőit sajnos nem találtunk, még nem tudunk, de Baksa Brigitta néprajzos félig gyömrői, tehát vele szoktam együtt tanakodni, hogy mit valósítsunk meg, és akkor ezeket. Most Ócsa, hát szívem egyik közepe, vagy nem is tudom, nyilván sokatoknak, ez a kis premontrei kolostor, ami most református templomként működik a 13. században, ennek az árnyékában szerintem az ország legszebb néprajzi gyűjteménye, tájháza működik, aminek a Dunai-Pól Nemzeti Park egyik, azért mondtam így, igen, legszebb tájháza, és a Dunai-Pól Nemzeti Park a tulajdonosa. Ez egy nagyon érdekes felállás. Ami nekem nagyon tetszik, az ő hozzáállásuk, hogy a kezdetektől, amióta én kapcsolatba kerültem velük, a környezettudatos nevelésen keresztül, tehát a megfér egymással a néprajz és az ökológiai tanítást, tehát nagyon jól csinálják, és hát nagy örömömre Horváth Gergőt úgy tudom, hogy most már a Dunai-Pól Nemzeti Parknál dolgozik, tehát pont múltkor találkoztunk, és mondtam, hogy akkor remek programok lesznek továbbra is. És hát itt is az volt a helyzet, sose gondoltam volna, 2014-ben nem volt működési engedély. Tehát nem tudtak pályázni, mert hogy nem voltak beleeterőzve az irdatlan mennyiségű gyűjteményük, amiből én csak 1000-et csináltam meg, de az több 3000-nél is szerintem, ami nekik van. Az egyik házat választottuk ki, és azt mondtuk, hogy na, akkor ez az, amiből gyűjtemény. És akkor ezt el kellett végezni, itt nagyon-nagyon sok segítséget kaptam. Nyilván ezt, ha valaki ebbe belefog, akkor az első az az, hogy nyilván kell egy gyakorlat, amit én ugye a skanzenesektől szereztem meg, és a másik, hogy egy kézi leltárkönyv még ma is kötelező vezetni, tehát nem elég az Excel tábla, és nem elég a digitális rendszer, tehát azért ez nekem egy kicsit még most is magas, hogy a 21. században mindent kézzel be kell írni, de igen, tehát ezt az 1000 darab tárgyat mind be kellett írni kézzel is, és ez most is így működik, mert mai napig is 2 éve leltároztam Kóknának, akkor is. Tehát a kézi leltárkönyvnek mindenféle rubrikája, tárgyleírás, honnan származik a tárgy, ha lehet ezeket tudni. Ugye itt előkerültek a kockás füzetek, ez nagyon nagy munka volt, tehát mire így minden szakszerűen beírogattunk, meg összekötöttünk történeteket. És hát itt is náluk, ami nekem nagyon nagy élmény volt, hogy egy élő közösség az, ami ezt az egészet működteti, zenészek, a Havasréti Pál egyébként itt az asztalnál ül háttal, és muzsika, és össze, tehát hogy egy nagyon jó csapat, sokan egyébként népzenészek laknak ott Ócsa is környéken, és hát Bazsi Cica, aki az én állandó segítőm volt, a lábamnál mindig ott kupargott, tehát hogy ettől is élő, hogy élő közösség is van, és hát itt éppen állat is van a háznál, tehát hogy ez nekem nagyon tetszett, úgyhogy ez nagyon fontos. Ugye a Tájház Szövetségben évente megrendezésre kerülnek a regionális találkozók, és hát nekem is minden évben kell szervezzek egy ilyen találkozót, ami arra nagyon jó, hogy mindig vannak új gyűjtemény tulajdonosok, vagy felbukkanó új közösségek, és hát az egyik ilyen találkozót Boldogon tartottuk, és hát én azt gondoltam, hogy Boldog, hát 2004-ben láttam egyetemistaként a Fejős Zoltán féle néprajzi múzeumi kiállítást, Boldog képek, és
Hát ennél többet már ehhez a témához az ember nem tehet, tehát hogy így azt gondolom, hogy ez néprajzilag teljesen ki van merítve ez a téma. Hát itt a Boldogi Tájházat láthatjátok, ez Heves megyében található település, ugye a néprajzi kutatásokba leginkább azért került be, mert a Gyöngyös Bokréta mozgalomnak az egyik szerves központja volt Boldog, és egyébként meg a néprajzi fotográfiák, Vajkai Aurél, Gönyei Sándor, Szőlősi Kálmán, Palotai Gertrúd, tehát a legilyen gazdagabb fotodokumentációval rendelkező település, és gyönyörű népviselettel a boldogi lakodalmast az egész ország ismeri a Gyöngyös-Bokréta kapcsán, a hérészes menet volt mindig mindegyik nemzeti táncegyüttest elkezdett, tehát ténylegesen mindenhol ismert, és gondoltam, hogy hát a tájházuk is biztos, hát gyönyörű, hát ott a 60-i múzeum, ők voltak a berendezők, és egyébként tényleg, tehát a gyűjteményi anyag rendben volt, csak amikor beléptünk itt a lakószobában látható tömeg jelenetet, hogyha megnézitek, akkor azt vettem észre, hogy úristen, azok a gyönyörű bábuk vagy ruhák ott mindjárt eldőlnek, a kendők, fejkendők a falon vannak, és egyébként iszonyú dokszav van, tehát hogy minden vizes, és ezek tönkre fognak ott menni. Úgyhogy az első emlékem az volt, hogy hazamentem, és azt mondtam a férjemnek, hogy ez az eszméletlen gyönyörű viseletgyűjtemény tönkre fog menni. És hogy ezt nem bírom elviselni, hogy ez így van, és valamit ki kell erre találni. Na hát ilyenkor van az, hogy az ember elmegy a polgármesterhez, és azt mondja, hogy hát van lehetőség arra, hogy pályázzon az önkormányzat, és kellene pályázni. És akkor hát nagyon örülnek neki, de hát fogalmuk nincs, hogy ezt hogyan kellene csinálni. Úgyhogy így egy Kubinyi pályázat kapcsán szakmai vezető lettem ott a tájháznak a pályázatában, és hát aztán nem is gondoltuk, hogy 3 vagy 4 éven keresztül folyamatosan, tehát ezek ilyen egymásra épülő, tehát egyik évről a másikra, tehát ez gyakorlatilag 5-6 év is volt, mire ebből gyönyörű minden lett, kiállítás, és hát az első az volt, hogy vizesedik az épület, tehát az első pályázat az egyből az arról szólt, hogy el kell hárítani a tehát ezt az egész vizesedést, és akkor a Buzás Mikit elhívtam, konzultáltunk, és egy akkoriban nagyon újnak számító, nem tudom mostanában már a múzeumok mennyire használják, az aquapool technológia, meg ilyen mágneses falszárításon alapul, és hogy ebben mennyire, tehát hogy a Miklós sem tudta még akkor úgy annak, hogy milyen visszajelzések vannak róla, de ő maga is azt mondta, hogy hát itt gyakorlatilag az épületet nem nagyon tudjuk, tehát az irdatlan meló lenne, ugye alap nélküli házakról van szó, tehát ezt nem is tudjuk tökéletesen megcsinálni, úgyhogy kipróbáltuk. Végül is ez puding próbálja az evés volt, nagyon sokba került, és bevált, tehát hogy azóta működik, és gyakorlatilag jók a tapasztalatuk, úgyhogy ilyen szempontból ez egy jó példa volt. Jó referenciák, és 2-3 évente egyébként ellenőrzik, tehát maga a cég meg ki is ellenőrzi, és szoktam időnként őket felhívni, hogy nincs a probléma, és nincs, úgyhogy ez is működik. És akkor itt gyakorlatilag egy olyan dolog volt, hogy a műfázok kinyitottak egy szekrényt, és tele volt könyvvel. Tehát Boldog esetében ugye rengeteg anyag, könyvek, ugye Fejő Zoltán maga kutatott a faluba, és akkor így ott porosodott Boldog históriája, egy gyönyörű ilyen kéziratos, hatalmas könyv, Brückner Jenő főjegyző 1931-től kéziratosan fotodokumentációval ellátott kiadványa, és így tele kincsel, amit nyilván tehát nyilván felhasználta a Néprajzi Múzeum is a kiállításban, de hogy a faluba ebből semmit nem lehetett látni. Tehát, hogy van egy ilyen anyag, és gyakorlatilag a falu nem tudta ezt. És akkor ez lett az alapja, ez a kéziratos anyag a kiállításnak, amihez nagyon-nagyon nagy szeretettel Fejő Zoltán azt mondta, hogy szívesen akkor, ha megkérdeztem, hogy nincs arra pénze a kis gyűjteménynek, hogy archív felvételeket vásároljon, szeretnék kérni 50 darab archív volt a kiállításban, és akkor azt mondta, hogy rendben,
és akkor erről írt egy ilyen ajándékozási szerződést, hogy használhatjuk nyilván a kiállítási tablókon, és ezt ő így rám bízta, hogy végülis mit választok ki. Úgyhogy ez a tablókon 6 tabló jelent meg, és a Boldogi Lakodalom központi témája, és boldogon éltek, hát egy kicsit a szójáték. Tehát nyilván a boldogan, boldogon, és ismeritek a mondást, hogy hogy végződik, mert nyilván a... Tehát ez lett a címe. De azok a visszajelzések, hogy magukénak érzik a település lakói, és hogy gyakorlatilag, ha belépsz az ajtón, akkor a lakószoba most már körüljárható a viselet, és ezeken a babákon a teljes falu, tehát az időstől a legfiatalabb gyerekig, ugye egy lakodalomban mindenki részt vesz, tehát ez a legjobb téma, amit így be lehet a viseletre mutatni. Zene szól, és hát ez a jelenet egyébként a falon is látható, míg felfestettünk egy zenekart, amit mindjárt megmutatok. A következőn látszik, hogy csak körülépek. 66-ban, 1966-ban volt a faluban az utolsó viseletben megvalósult esküvő, és ennek a házaspárja Valén készítettem interjút, és ők voltak az egyik ilyen, hát így arcai, úgymond a kiállításnak, mint házaspár, és itt látható, és Petrovics János és neje, Zsíros Mária 1966-ban utoljára viseletben, és 6 tabló készült a Boldogi Lakodalom, a lakodalom költészete, lakodalmi szokások, hagyományos lakodalmi ételek, itt nagyon erősen gondoltam kisbánesztett a nőre, biztos örült volna neki. És hát sikerült úgy gondolom megújítani ezt a kiállítást, még egy pillanatra visszatérve, hogy volt egy kamra a lakószobához kapcsolódva, és ugye ezek a kendők, amik lógtak a falon, hát mit kezdjünk velük, azt kifektetve kéne tárolni, nem összehajtva, és gyakorlatilag a menyecske kontyolását jelenítettük meg, vagy találtuk ki ebbe a ficeukba, vagy milyen kis szobába, kamrába, és a mögötte lévő szekrénybe helyeztük el ezeket a kendőket, és akkor így lett megoldva ezt, hogy hogyan tárolni. Egyébként lehet, hogy teljesen irreleváns kérdés, hogy került fel ekkorában az a matrica technika? Nem, projektoros illetékezés, úgy lett. De nem, föl lett festve, tehát ja, maga ki lett vetítve, és az úgy lett körbe festve. Tehát, hogy meg lett, az teljesen ott van. Tehát, de, most már nincsenek határa. Hát nincsenek, és ez gyakorlatilag az összes tablón egyébként QR kódos elem is van, amit a fiatalok iszonyúan élveztek. De azzal így megvettük őket, angol nyelvű rövid összefoglaló mindegyiken. Tehát azért boldog megérdemli azt, hogyha nemzetközi szinten is ezért már találkoztak vele, akkor mindenhol ez így legyen. Úgyhogy én azt gondolom, hogy magát a Boldogi Lakodalmat valóban jól megjeleníti ez a kiállítás, és hát pluszban ugye a viselet, ami kérés volt, hogy jelenjen meg. És hát nem tudom időben, hogy állunk, van még bőven. Jó, tehát, hogy visszatérve ahhoz, hogy a mai néprajzos hogyan tud magának témát találni. Hát a tájház az egy nagyon nagy kutatási terület. Tehát az innen is kiderül, hogy ott fekvő, heverő kéziratos anyagok, fotó. Hókán 2 éve minden háznál azt hallottam, ott is gyűjtést, helytörténet gyűjteményük van, de gyakorlatilag egy nagyon jó néprajzi anyaggal, hogy hát, hogy itt a faluban a Govelin, az mekkora, és hogy itt minden családnál volt valaki, aki ezt csinálta. És megtaláltam Budapesten azt a hölgyet, aki az 50-es években még összefogta, mint házipari szövetkezet, és kijártak, és akkor ott a kis boltjuk meg volt, meg a felvevőhely, meg a cérnát, ahol számolták, osztották, és gyakorlatilag egy teljesen olyan anyag állt össze, ami egy új
téma, tehát a falunak egy meglévő, egy régi témája, de néprajzi szempontból egy olyan terület, amit be lehetett mutatni. És hát erre is egy kiállítás épült, tehát hogy gyakorlatilag ezek a kis gyűjtemények szolgáltatnak nekünk olyan kutatási területeket, amelyekkel élhetünk. Most ehhez egy kicsit váltani kell agyban, hogy történt nálam ez a váltás. Ez úgy történt, hogy három gyermekem van, és a 2012-ben született Ádám, és én akkor már a születése után pár hónappal azt éreztem, hogy én nagyon családcentrikus vagyok, nagyon szerettem a gyerekeket, és szeretnék még gyerekeket, de nekem ez nem kielégítő, tehát én szellemi munkát szeretnék végezni. És 4 hónapos kisbabám volt, amikor egy forrásszervezői képzést elvégeztem, anyukám volt az, aki vigyázott a babára, meg sokszor a férjem is jött velem, és mindez azért nagyon fontos itt megemlíteni, mert ugye a tájházak kapcsán is szembe jött ugye az velem, hogy az önkormányzatoknak nincs pénzük arra, hogy állandó jelleggel támogassanak valamit, mondjuk egy ilyen néprajzi gyűjtemény esetében a bővítést, a kiállítás megújítást, az épület fenntartást. Ez nagyon sok, ezt nem lehet elvárni. És ezek a pályázatok, lehetőségek pedig szaktudást igényelnek. Tehát az, hogy amikor ki van írva egy Kubinyi programból kiállítás terv, ezt kell beadni, hát nyilván fölhívott a polgármester, hogy Edina, én nem tudom, hogy az mi. Azt kicsinálja. És akkor innen jött az, hogy nekem pedig szakembereket kellett összetenni, egy csapattá összeforrasztani, hogy amikor tárgy restaurálás van, akkor oda nekem restaurátor terv kell, ha épület megújítás van, építészeti terv kell, ha kiállítás megújítás van, kiállítási terv kell. Tehát a néprajzos, a restaurátor, az építész, ezeket a szakembereket össze kellett hozni, és közösen egy ilyen pályázatot be kellett adjunk ahhoz, hogy egy-egy gyűjtemény meg tudjunk újulni. Tehát itt is, ennél az esetnél, ugye mondtam, hogy látványtervet kellett, hát én nem tudtam ilyet készíteni, a Balázs tudott, mert neki volt egy ilyen kis vállalkozása, illetve hát ő restaurátor, tehát például a babáknál is ő készítette el a fejeket, ő volt az, aki a villanyt is megszerelte, tehát beletette az árajánlatába, ő festette föl a kiválasztott zenekarképét, tehát hogy nagyon sok mindenbe lehet így segítséget kérni. És ehhez nekünk kell néprajzosoknak azt felvállalni, hogy leszünk mi azok, akik ezt összefogjuk, nincs más. Tehát az építésznek mondják meg, mit csináljon, az megcsinálja, de ő nem fogja ezt megcsinálni. Úgyhogy én azt látom, hogy azok a még nem működési engedéllyel rendelkező tájházak, amelyek ma Magyarországon vannak, akkor fognak tudni előrébb lépni, és nem csak a szakmai szempontból, pályázati szempontból, hogyha találnak maguknak néprajzosokat. És akkor visszakanyarodunk megint a törvény előíráshoz, hogy valójában ez az alapfeltétel, hogy legyen egy néprajzos. Csak valahogy ez az információ nincs átadva az embereknek, hogy ez neked miért jó. Miért is kell a néprajzos. És innentől kezdve, 2 hete a Gyömrői Önkormányzatnál teleki pályázatról beszéltünk, hogy be kell adni, és mindenképp adjuk be, és be is adtuk, de hogy ott az volt, hogy annyit mondtak nekem, hogy Edina, minden oké, csak mindenre igen mondunk, csak működjön, tehát csináld. Tehát ők nem tudják, tehát ő nem fogja összefogni. Úgyhogy a Laci, a bihari horvát Laci nekem az egyik példa arra, hogy ő is ezt csinálta, hogy gyakorlatilag az önkormányzatokat megkereste, hogy gyönyörű épületeik vannak, amiben lehetne tájház. Volt olyan, hogy ő találta meg magát az épületet, kiszemelt egy ilyen épületet, és hosszú pályába, létavértesen alakított ki tájházat, amit azóta így működtek is, évente ilyen fenntartói díjat fizetnek neki, és ő felügyeli, tehát minden szinten, hogy ezek a kis gyűjtemények ránk várnak. Tehát, hogy én így érzem. És az, hogyha az UNESCO
világörökségi várományos helyszínként a tájházakat szeretnénk a listán ott látni, akkor ahhoz hiteles házak kellenek és hiteles berendezések. Azt más nem fogja megcsinálni, csak mi. Úgyhogy én így lassan, mindig, igazából én nem keresem a munkákat, megtalálnak. Tehát mindig olyan szinten, hogy vagy egy telefon. Van, aki Dunaharaszti Schwab tájháznál, annyi volt, hogy eljött Gyömrőre egy úriember, beszélgettem vele, és ez az ember úgy hallgatott rám, hogy utána mindent úgy csinált, ahogy mondtam, keresett magának mindent, tehát végigment a listán. Azok az emberek, akik megértik azt, hogy hát te nem ellenlábassal akarsz lenni, hanem az egész működtetést akarod segíteni. És nagyon sok olyan gyűjtemény van, akinek hát ilyen lökés kell. Tehát most Ócsának már nem kellett lökés, mert ők mindent csináltak. Csak valahol ez kimaradt a gépezetből, de most már ez is megvan, tehát azért ez mondjuk neki biztos, hogy alap volt. És hát nagyon sok olyan Pest megyei település van, ugye én arról tudok beszélni, mert nekem az a lakóhelyem vagy környezetem. Nyilván minden, tehát minden lehetőségem megvan arra, hogy elmenjek az ország másik végébe is, de nem ott fogok nagy dolgokat tenni, hanem a saját Galgamente, Jászság, tehát ahol én tudok. Jászkíséren segítettem az ottani tájház időseknek, akik a tájházat gondozták, vagy Turán volt az egyik találkozónk, ott szintén küzdenek a gyűjteményi fenntartással, ott még a múzeummal is egy picit, a 60-i múzeummal van még egy vita, mert ugye vannak gyűjtemények, tehát egyrészt van önkormányzati fenntartású, van magántájház, és vannak egyesületi alapítványi tájházak. Erre az egyik legjobb példán szintén volt hallgatunk, Géber Józsiék, a Felpéci tájházat nagyon-nagyon magas szinten csinálják, ő folyamatos néprajzosként jelen van, de ott mögötte van egy olyan alapítvány, egy olyan egyesület, akik ezt folyamatosan programokkal ellátják, képzésekkel, ismeretátadás helyszíne. Tehát szerintem amilyennek kell lenni egy tájháznak, jól csinálják. Úgyhogy van rá példa, és még egy építész fiút mondanék, akit Bihari Ádámnak hívnak, és ő ténylegesen építész, és népi építészetnek a technológiáit, az eredeti módokat tanítja vissza. Tehát már olyan vállalkozói vannak, úgymond, tehát az ő alvállalkozói, akikkel ő tájházaknál, népi építészeti műemlékeknél dolgozik, a Teleki Alapítványnak a pályázataiba is. Tehát nagyon jó példák vannak arra, hogy hogyan lehet még mindig ezt a hagyományos paraszti gazdálkodást és lakásbelsőt és korszakot bemutatni. Tehát, hogy mindig azt gondoljuk, hogy vége, vagy hogy most már nincs tovább, vagy nem lehet ebből mit kihozni. Én mert most azt látom, hogy vannak még ilyen elfekvőben lévő gyűjtemények, ahol körülbelül ugye a 90-es évektől nem nyúltak hozzá. Tehát az, amikor meglátunk egy tájházat, és meglátjuk benne, tehát ma emberének mi a tapasztalata, bemegyek, és 80-as évekbeli kiállítási koncepció alapján berendezett lakóház. Semmi új, semmi olyan, ami megfogja a látogatót. Tehát ezen kellene mozdítani, és ezért nagyon jó, hogyha vannak ilyen lehetőségek, hogy az ember meg tud újítani egy tájházi kiállítást. Következő... Bocsánat, az, hogy magántájház. Van olyan, hogy valaki felvásárol egy... Ennek nem mindig jó vége van. Most konkrétan most hallottam egy ilyet. Úriban egy hölgy saját maga megvásárolt egy házat, és berendezte tájháznak. Tehát tökéletes, nagyon jól csinálta. És ott a falubeli konfliktusok, meg ugye önkormányzat is vett egy házat, mi jobbat tudunk. Tehát gyakorlatilag teljesen egy ilyen veszekedéssé fajult ez a dolog, és a hölgy annyira nem bírta ezt a témát, hogy most hallottam, hogy eladta. Pedig szenzációsan csinálta. Tehát a magántájházaknak ez a veszélye is fennáll, hogy akkor a közösség kezdi ki, a saját közössége kezdi. Tehát vannak erre... Tessék? Eredetileg ő úri magadó volt?
Hát szerintem igen, de azért most ezt nem merném, azért nem mondom így, de ezt pont a Brigivel beszéltük, mert voltam nála így kóka kapcsán, kókán lakik a Brigi gyűjteni, és akkor vele is beszéltem, hogy mi lehet ezzel a gyűjteménnyel, és ő mondta el, hogy sajnos erre a sorsra jutott. Tehát a magán ilyenek is vannak, hogy valaki a saját gyűjteményét. De akkor az hivatalosan kiváltott, vagy hogy mondjam, engedélyezett az élettájház lett, vagy ő csak ő, mint emeltette, mint tájház? Hát ő, mint ő, tehát a saját tulajdona. Volt-e pályázhatott volna, volt-e engedélye, működés? Igen, működés, akár az is lehet. Tehát igen. Most az úriban nem tudom, hogy volt-e neki a leltára, de úgy általában igen. Igen, hogyha lehet. Igen. Igen. Tehát, hogy igazából nincs olyan jellegű kitétel, csak az, hogy ő neki működési engedélye legyen, tehát leltára legyen. Jó sok főnap Péternek is saját kézbe volt, és ugye a halála előtt, mivel már érezte, hogy betegségét, az Ibolya volt az, aki érték leltárt csinált a gyűjteményről, és aztán az a szerencsés eset volt, hogy az önkormányzat megvásárolta a teljes gyűjtemény, tehát ott is egy hasonló dolog volt, hogy gyakorlatilag a saját ingatlana volt, és a saját tulajdona az, amit berendezett. Úgyhogy van ilyen is, igen, hogy létezik ilyen. Az egyesületi alapítvány és az önkormányzati, ez az, ami a legnépszerűbb, úgymond. Az önkormányzat itt árnyalja az, hogy a régi múzeumi szervezeteknél a vidéki, tehát ezek a megyei múzeumi hálózatok voltak például a berendezői egy-egy tájházban. És például Túra kapcsán is ez a hát ilyen vita alakul ki, hogy ugye a gyűjteményt a múzeum készítette, a leltározást a múzeum készítette el, és az ő leltárukba szerepel. És szeretnék a turaiak maguk megújítani, megcsinálni, meg elvégezte a hölgy a képzést a skanzenba, és tényleg tele van ötletekkel, de egyszerűen a leltárt nem adják ki neki. Tehát például vannak ilyen helyzetek, viták még mai napig, amit aztán hát hol jó, hol rosszabbul sikerül kezelni, de hát ott is azt mondtuk, csak azt tudjuk mondani, hogy mi párbeszéd muszáj, hogy kialakuljon és létrejöjjön, mert nem lehet anélkül, tehát nem tudunk bele szólni, meg én is nem tudok segíteni, hogyha ők nem tudnak ebben. Mi nem tudjuk, hogy miért van ott el. Esetleg ebben ilyen ellen. És hát ez a Pest megyei Zsámbok tájháza, ez most egy, hát még nem befejezett projekt, úgymond. Hát a díszítő falfestés, amit viszonylag néprajzi kutatásokban is viszonylag kevés az, ami leír, itt egy konyhai díszítő falfestés feltárás zajlik. Ezt nyilván egy falrestaurátor végzi, amit néprajzossal kell kiegészíteni, tehát hogy ez egy együttműködés, ennek még zajlik tehát folyamatban van a megvalósítása, nyilván berendezés, az, hogy hogyan tudjuk majd bemutatni a lakosság számára. Hát az, ami a falubeli kutatásokból kiderült, hogy asszonyok is, és hivatásos falfestők is végezték a faluban. A 30-as években találtunk számtalan fényképen erre adatot, de azt, hogy a konyhában ilyen jellegű díszítő falfestést valahol is találtunk volna, jelenleg még nem. Tehát, hogy ez egy gazdag családnak a háza, és ez egy nagyon gazdag motívum, egy különféle részei vannak, tehát nagyon részletes, gazdag motivumkincsel, és hát bízunk benne, hogy ebből egy nagyon jó kis kiállítás is lesz benne, egy konyhai berendezés, hogy ez zajlik jelenleg. És hát nekem mondjuk az egyik kedvencem, amiben segítettem, ez a Zabassári kapás ház. Ez egy több mint 200 éves épület, három osztatú szőlőműves Summás családnak a háza, és itt is az épület megújításban, kiállítás megújításban, de
hál' Isten, itt nem néprajzos, hanem történész, történeti kiállítást csináltak, és akkor nem nekem kellett, mert egy kicsit azért kiesett az én hatókörömön a vasár, de egy nagyon, nagyon kedves épület a számomra. Úgyhogy hát én amit nem tudom, hogy sikerült-e most így bemutatni, nagyjából ennyire terveztem az én beszédemet, és akkor így. Igazából egy ilyen párbeszédre gondoltam én, hogy hogyan képzelitek mondjuk azt, hogy ezek a tájházi gyűjtemények valóban mivel tudnak bevonulni úgymond a múzeumi körökben is elfogadott. Tehát azért itt most még úgy érzem, hogy az is zajlik, hogy igazából azokban kívül, ahol a nagyobb múzeumok kiállító helyként kezelik, és még mindig ők gondozzák ezeket a gyűjteményeket, nem igazán elfogadottak ezek a tájházi gyűjtemények, bemutatóhelyek, kiállítóhelyek, de hogy én abban bízom, hogy hasonlóan az én példámhoz, meg más néprajzos példájához lesznek olyan új fiatalok, akik ezeket karolják és segítik. De azt is érzem, hogy ehhez nagyon-nagyon nagy szükség lesz arra, hogy a forrás teremtéses dologban is egy kicsit tájékozódjanak, meg felvegyék azt, hogy a pénzt azt nekünk kell elő teremteni. Tehát ez ténylegesen úgy működik, hogy te rakod össze a költségvetést, te írod meg a pályázatot, te szakmailag te támasztod alá a dolgokat, és csak így képes működni. Ehhez kellenek a néprajzosok. Ezt nyilván van, aki egyéni vállalkozóként végzi néprajzosként, csak hogy így a kulisszatitkóban. Én a férjemmel egy BT-t, ami BT-t hoztunk létre 2013-ban, mi pályázati írás, de kifejezetten kulturális pályázatokat írunk. Tehát, hogy ebben mondjuk kicsit a férjem az informatikus alapból, tehát informatikus, és ő abban segít, de így tudjuk ezt csinálni. Nekünk ez a módszer, és hát művelődési ház dolgozóként pedig hát elértem azt, hogy szakmai vezetőnek, és mondjuk ezt a témát, ezt így rám testálva működjön a dolog, tehát ez az elvárás. Működjön, menjen, legyenek programok, kiállítások, közösség legyen. És egyébként most fogunk mi is megújulni, mert ugye egy állandó kiállítási lekébe 10 év az, ami a lejárati idő. Tehát 2009-ben újult meg 2019, én a szülések miatt most tudok visszatérni majd, ugye júli 3 éves lesz decemberben, és hát most a Teleki pályázatán, Teleki László Alapítvány népépítészeti programjába pályáztunk, és most kezdjük előről, mert hogy az épületre mindig ráfér a felújítás, a homlokzati díszek teljesen sérültek, leestek, tehát hát meg kell újítani az épületet, és aztán a gyűjteményt újból, tehát kell egy új állandó kiállítás, modernebb eszközökkel kell gondolkodni, tehát most már én is eléggé kiműveltem magam így a technikák révén, a Balástól mindig tanulok, tehát ő az, aki ugye Svanzer révén mindennel foglalkozik, és technikailag is képzett, és hát kell magamat is fejleszteni, tehát sokszor utána kell olvasni, ki kell próbálni, föl kell hívni valakit, aki már alkalmazta. Itt volt előadás a Balog Imrénének, ugye a Decsi tájhez kapcsán. Őt is volt, hogy felhívtam. Bátai, tudtam, hogy egymás. Bár onnan is hívhattunk. Igen. Volna, csak magántájházban, ha jól tudom. Öcsém. Tehát, hogy őt is volt, hogy felhívtam kiállítási babák miatt, hogy mit alkalmaz.
bevált-e, jó-e, tehát pár éve volt, hogy ilyen, hogy... Köszönjük szépen! Akkor tényleg most itt a pálya arra, hogy kérdéseket tegyünk fel. Én kilépek a vetítésből azért, hogy lássuk azt, hogy online van. Van kérdése. Vica kérdezni szeretné? Azért tette magát ilyen? Vagy igen, de még föl se tett a kérdést a tanár úr, lehet-e kérdezni? Nekem is van kérdésem, az én nekem kérésem van, hogy tegyék fel a kérdéseiket. Vica pálya magáé. Igen, teremben nincsen kijelentkező, mert a szokatos látom. Most így jó, lehet hallani. Nem halljuk. Én hallottam a viccát végig, mondjad, beszélj el, és akkor hallunk. Most lehet hallani? Én igen. Ti nem halljátok, Zoli? Mondja a viccet most, próbálja meg újra. Lehet most hallani? Igen. Na, szuper. A tanáraim már így tudják, hogy egyik nagy álmom, és remélhetőleg 4-5 éven belül megvalósul, én 103-ai vagyok, és ott szeretnék az ófalusi részben egy tájházat létrehozni. Igen. Az egyik olyan kérdésem az lenne, hogy lehet ahhoz viszonyulni, hogyha a polgármester nem olyan támogató, és... A közösség viszont nagyon, és igényli is, és mindenki így beajánlott mindent, akár segítséget, fa anyagba, bármi. Tehát nagyon szeretném ezt létrehozni, de a polgármester így nagyon ockodik tőle. Jaj. És mit lehet arról tudni, hogy a polgármester miért nem támogat? Most mondjam azt, hogy volt egy Mátrika múzeumunk, történeti régészeti múzeumunk, amit egy éve kiállítási helynek minősített, és már nem múzeum. A pénz, nem tudom. Önkormányzat tagjai rajtuk keresztül esetleg? A képviselők közül vannak, akik mellettünk vannak, de na mindegy. Szóval, hogy nagy befolyással van a polgármester sajnos nálunk. Hát, igen, nehéz kérdés. Valószínű, valóban szerencsés az az ember, aki mondjuk, hogyha így viszonylag kevés ilyen megbeszélés alapján, de sikerül rábeszélni a polgármestert, hogy támogassa a törzését. Annak idején kitaláltam, így végzett hallgatóként, hogy egy hasznosítási tervet készítettem, és ezt a polgármesterrel együtt. Tehát, hogy volt egy ilyen felírt tételes dokumentum, hogy mit szeretnénk elérni a tájházzal, és mi a célunk. És gyakorlatilag... Hát biztos látja, mert hogy most mindenre nem volt idő, de gyakorlatilag én a gyermekeim születése között az épületet újítottam fel. Tehát amióta nem mondom, hogy miben, tehát ugye tudjuk, hogy az épület megmaradásának záloga az, hogy jó karbantartott legyen ez az alap. De ahhoz az is kell, hogy valamilyen fűtési megoldás azért legyen benne. Tehát körbejárva azt, hogy nem működik a kemence, most csak egy rekonstrukció, akkor az kiesett nyilván. Nincs embered, meghalt például mi esetünkben a karbantartó, hogy naponta fűtse, az sem működik. És akkor gyakorlatilag olyan dolgokat, a villanyhálózatot, ugye ez egy, mondtam nektek, hogy 1840-es években épült lakóház, de ugye a berendezése a miénknek a 30-as éveket tükrözi, 20-as, 30-as évek. Tehát akkoriban se voltak kapcsolók a falon, meg, tehát hogy nem működött ez, ami régen ugye
ott a fal közepén a konnektor, meg minden, és ezt teljesen visszabontottuk, eltüntettük, és központi kapcsolók vannak, tehát ez is egy ilyen a hitelesítés fogalma, vagy ilyen apró dolgok. Mm. És ami a legutóbbi volt, az az, hogy egy temperáló falfűtést kapott két ütemben, mert hogy egyszerre nem volt annyi pénz a háznak. Az első három szoba, ugye ez a tiszta szoba, konyha, pitvar, lakószoba, ez volt az első ütem, és a másik ütem az a kamra istállam, ami helytörténeti gyűjteménynek van berendezve, és ez nekünk egy ilyen ötosztatú ház. És ez a temperáló falfűtés azt tudja, hogy a kinti hőmérséklethez képest plusz 5 fokba. Plusz. Tehát, hogy ezt előírták, hogy erre van szükség. Szintén ilyen húzás Mikinek a tapasztalata, illetve hogy mi az, amit ő javasolna. És ő azt hiszem német példák alapján hozta ezt a döntést, hogy ezt csináljuk meg. És ez egy ilyen lábazati falfűtés, 1 méter magasságban, falban, teljesen el van tüntetve, tehát sehol semmi nem látszik, és ezzel gyakorlatilag az épületnek ezt a hőmérsékletét tudjuk biztosítani, hogy a fának, a textilnek, a mindennek ne legyen kára. Tehát amikor ilyen ötleteket az ember összeír, hogy mivel tudja ezt a házat, gyakorlatilag hogyan tudja a közösség szempontjából hasznosíthatóvá tenni, és élhetővé, és magát a gyűjteményt hogyan tudja megóvni, és milyen új kiállításokat tud benne csinálni, hát én nem tudom, hogy ezt hogy nem lehet úgy támogatni, hogyha mondjuk egyébként a közösség még vállalná azt is, hogy pályázati koncepciókat kidolgoz, összefog, tehát, hogy ha erre van. Hát a másik az meg a józan paraszti ésszel mondott válasz az az, hogy bízunk benne, hogy a választások idején valami alakul, de nyilván ez nem lehet. Hát én szerintem azt én, amit látok, hogy sokat mentem a hivatalba. Tehát, hogy ezért az így kilincselés rendesen, időpontkérés, mit szeretnék, miért szeretnék, jönnek hozzánk néprajzosok, kéne nekik kaja meg szállás. Tehát nyilván minden nem tud az ember, meg honnan lesz rá pénz. Hát ezt látom, hogy most gyakorlatilag most kerülünk olyan fázisba, hogy most már így a állagvédelem, meg a... Tehát, hogy minden megvalósul, és ezért ez 2003 óta zajlik. Tehát, hogy azért erre a veresi polgármester, veresegyházi polgármester, aki a nagyon híres 50 éve, több mint 50 éve polgármester a településen, vagy tanácselnökként kezdte, ő azt mondta nekem, hogy hát ő például ezt, ő nem. Tehát azt, hogy évekig valamit felújítgassunk, nem kell ide adni, mert ott is volt egy épület, amit mondtak, hogy szeretnének, elhívtak, engem is, Miklóst is, megnéztük, mondtuk, hogy kéne, pályázni lehet, stb. Hát ők olyan nagy önkormányzat, hogy ő nekik egybe működnek ezek a dolgok, tehát ők ténylegesen ilyen nagyobb pénzekbe gondolkodnak. Náluk ez nem jött jó hívószónak, hogy kisebb projektekből meg lehet valósítani, ott egybe kellett volna nagyot gondolni, és találni hozzá forrást, nyilván aztán megtalálták a megoldást. Minden vezető más ilyen szempontból, de próbálkozni kell, nem tudom, nehéz, tudom, hogy... A másik kérdésem pedig az lenne, hogy hát több általános iskola van nálunk, és van egy olyan elgondolásom, hogy közös együttműködés az általános iskolásokkal és a tájház között, hogy ez megvalósítható, igaz? Ez teljesen. Nekem itt van, most hoztam, majd itt hagyok akkor neked egy múzeumpedagógiai foglalkoztató füzetet. Kossuth hangjának őrzője a Gyömbölyi Tájház. Ez azt jelenti, hogy Hegyi Füstös István bácsi, aki református lelkész, de egyébként a Kossuth Rádióból ismert hangjátékokat, meg rengeteg műsort készített. Ő zeneművészeti tárba megtalálta a Kossuthnak a
beszéd hanganyagát, és ez gyakorlatilag mi egy kis videót készítettünk, hogy ez hogyan történt, és ezt a hangot egy ilyen október 6-ai alkalommal, tehát valami 48-49-es forradalomhoz kötve bemutattuk, Kossuth kiállítást is készítettünk, és arra készítettünk egy múzeumpedagógiai programot, és a gyerekekkel, tehát az iskolák a legjobbak, tehát ők szívesen jönnek, ha hívjuk őket, főleg, ha valami programot is adunk a kezükbe. Igazából ez a legkönnyebb dolog szerintem. Egyesületek is nagyon örülnek. Én azt tapasztalatom, hogy igazából a civil szervezetek várják, hogy programokat helyszínként is, vagy mi magunk készítsünk programokat, és szívesen részt vesznek bármiben, tehát szokták is mondani, hogy mikor jössz már vissza, és lesznek programok, meg. Tehát, hogy nyilván ez egy elengedhetetlen része, hogy működjön a dolog, hogy legyenek. Számomra hiteles, meg szakmai programok is, tehát mindegyikben benne van a néprajz, és igyekszem valami hagyományt bemutatni. A disznóvágás hagyományát is hagyományos, az volt a verseny a falubeliek között, hogy a hagyományos eszközökkel kell a disznót feldolgozni, elkészíteni, pörzsölésnek módja, szalmával, tehát minden. És ezt nagyon-nagyon élvezték. Tehát, hogy be lehet lopni olyan elemeket, ami így falubeli dolgokat. Tehát nekem apai ágon a nagyszüleim egyébként gyömrőiek, tehát nekem sok-sok történetem volt, meg személyes tapasztalatom, úgyhogy ezeket mind bele tudom tenni ebbe a történetben. Köszönöm szépen. Kinek van még kérdése? Gábor, Bardos Gábor tanár. Nem annyira kérdés, mint hozzászólás is, mert ugye Edina megszólított minket, hogy hogyan tudjuk a múzeum, ezeknek a kis múzeumoknak a jövőjét elképzelni. És azt gondolom, hogy itt érdemes egy kis kitekintést tenni, már múltkor szerintem erről volt szó, hogy itt most a nemzetközi szintéren is a múzeumok gyakorlatilag teljes átalakulásban vannak, és az igaz tudás és a tudományos tudás letéteményeseiből kezdenek sokkal inkább ilyen típusú hát közösségi tudás színhelyeivé és közösségi események színhelyeivé válni. Tehát én azt gondolom, hogy abszolút nem lehetetlen az a fajta funkció, amit Edina itt felvázolt, és szerintem ez az, ami igazán értékessé teszi ezeket. Nyilván itt a kérdés mindig az, hogy na most akkor van-e múzeológus, és az segít-e, de valójában a helyi múzeológusnak úgyis az a szerepe, hogy együttműködjen a helyi emberekkel, akik jobban tudják, mit tudósként, a helyi emberektől tudtuk meg azt, amit tudunk. Most az egy más kérdés, hogy mi lesz most már, mint egy kanonizált szent tudást adjuk tovább, de valójában ettől még ők ugyanúgy tudják, tehát ha ott van egy néprajzos, az ő dolga úgyis csak inkább az, hogy tudja jó kérdéseket föltenni, és várja azt, hogy a helyiek megmondják azt, amit ők tudnak. Most ezzel kapcsolatban nekem azért van egy kérdésem, ott a kidobás körül, hogy miket haigáltak ki a Kókai, vagy a Gyömrői, vagy nem tudom melyik múzeumból, hogy na most ugye ez az a bizonyos kanonikus néprajz felfogás, vagy a nem kanonikus, hol állnak meg a tárgyak, és a helyi gyűjtemények berendezésénél például a közelmúlt, vagy a ma tárgyai ott vannak-e, mert ugye az én unokám számára már mindaz, amit én gyerekként megéltem nagymamámnál falun, az már egy abszolút ismeretlen világ, és folytathatnám tovább. Tehát azt gondolom, hogy ez a fajta szerep, amiről beszélünk, ez akkor tartható fönn, hogy közben a gyűjtemények is gyarapodnak mindig a mostani új tárgyakkal. Nem biztos, hogy azokat kell nekünk mindig kiállítani, mert a 20-as, 30-as években volt. Lehet, hogy sokkal érdekesebb a mostaniaknak az, ami egy kicsivel közelebb van a múlthoz. Ez az, amiről már a Skansenben is ugye az aha élményként beszélnek, stb. Szóval itt nagyon sok lehetőség van. Ez csak egy ilyen probléma, itt fel akartam vetni. És ezzel kapcsolatban reagálnék arra is, ami itt a goblen készítés és a házipari szövetkezet között volt. Ugye a mai napig a magyar néprajznak szerintem egy óriási adóssága, hogy ezt az egész házipari szövetkezetet úgy, hogy van, meg még ma is tart, mi a neve
most is van ez, ami vagy népi iparművészeti tanács meg zsűri. Szóval azt azért tudnunk kell, hogy nem most, de hát már a Gyöngyös-Bokrita óta valójában nevezzük így az állam mindenfajta módokon megpróbál beleavatkozni, és ezeket ugyan föntartani, átalakítani üzletek, és tehát Erdélyben én éppen egy ilyen házipari szövetkezet utolsó volt igazgatójánál laktam, beszélgettem vele, elképesztően nagy rálátása volt erre az egészre, és természetesen soha senki ezeket föl nem gyűjtötte, de hát az, hogy ma mit árulnak a Váci utcában, az annak a következménye, hogy az 50-es években, akkor még mi volt, hiszöv, meg nem tudom én micsoda, ott mit találtak ki, mint ami valódi, úgynevezett hagyományos és tiszta őzé volt. Na most hát a Gobelin az ugye soha nem volt egy népi művészeti ág, tehát nyilvánvalóan ez egy teljesen új, de ha ezt a falu csinálta, és ebből ráadásul a falu történelmével volt egy 20 éves periódus, vagy nem tudom mennyi, amíg ők ezt árulták, és jöttek a külföldiek, meg a magyarok is vették, akkor ez ugyanúgy beletartozik a múzeum kiállítási tevékenység. Szóval itt rengeteg ilyen dolog van, amiről lehet beszélni, és végül az utolsó lecsapódás Ócsa. Ugye én Ócsán magam a 70-es években egyetemi hallgató voltam, akkor kezdődött ez az egész, és a Páska Csabával, aki ennek az egész ócsai projektnek a vezetője volt építészként, jó barátságban vagyok, nem tudom, hogy éle még, mert most már legalább 10 éve nem találkoztunk vele. De ott amennyire én tudom, és most örültem, hogy itt Edina olyan nagyon szép képeket festett róla, mert amikor én 10-15 évvel ezelőtt ott voltam, a teljes lepukkanás állapotában volt. Ugye valójában ott a templom körüli régi falu, ami hát elképesztően gyönyörű volt, amikor én oda francia barátokat vittem, gólyával volt tele, és én próbáltam nekik mutatni a freskós premontrei templomot, és ők kiszaladtak, amikor a gólyák elkezdtek kelepelni, mert azt mondták, hogy ők ilyet csak tündérmesébe hallottak, életük de nem láttak gólyát, és fütyülnek a én templomomra, ahol egyébként a magyar Gregorián legszebb emlékeit vették föl, a Rajecké és a többi, mert hogy hát ő nekik ez van. Szóval a lényeg az, hogy én ott voltam ennél az egésznél, de aztán ez az egész ilyen helyben megőrzött népi műemlékből átment abból, hogy kiárusították ezeket a házakat, és akkor ilyen népi iparművészek, meg népzenészek, egyáltalán értelmiségiek vásárolták meg ezeket a házakat, és akkor ez azért úgy lement, ha most erről majd mond valamit, azt én megköszönöm, mert most megint van legalább egy, nem tudom én, helyben megőrzött műemlékként, és ott központként használ. Gyakorlatilag komplexunk, tehát több épület tartozik, melegazdasági épület is, aztán van a Nemzeti Parknak egy háza, ahol szintén ilyen. De én amit így látok, hogy ami megvalósult, és valóban, hogy van egy olyan épületük, ami tényleg hitelesen berendezett, vagy legalábbis egységes, és a többi többi gyűjtemény is rendben van. Tehát, hogy én ezt tapasztaltam. Tehát, hogy ha a leltár nincs is olyan módon szakszerűen meg, vagy nem tudom én, nyilván az egész projektet, tehát ők azt tartották, hogy nyilván ez anyagi okok miatt, hogy hát az egészet meg lehetett volna csinálni, meg úgy rendezett, de gyakorlatilag egy épületet választottak. Na jó, de akkor most ott az összes többi épület az valóban privát használatban lévő szép. Az ugyanez. Ez a egy kezelésben van. Egy kezelésben, tehát nem különálló. Én szerintem, én a Papágit ismertem, ő hát 90-es évek vége, 2000-es évek eleje. Ő mint vállalkozásként ő üzemeltette ezt az egészet, és aztán végül is tőle került át, vagy vették el úgymond, és akkor lett a Dunai Poly Nemzeti Parknak, ugye ott a madár várta, meg több ilyen közösségi program társul most már hozzá, és abban az időben merült föl ez, hogy az ági idejében se volt ez leltározva, tehát azért kell ezt rendezni, mert ez így nem, nincs rendjén, hogy nincsen működési engedély, meg úgy nagyjából nem látni a gyűjteményt, de jó állapotú. Tehát, hogy én azt láttam, hogy alapvetően volt is ott országos találkozó. Persze, igen. Működőképes. Hát az évtájház vezetője volt az Erika, Verbőci Gyuláni Erika, az ő idejében nagyon-nagyon jó
programokkal, a Bazsitica is hozzá kötődött egyébként, de hogy jól működő programokkal, kiállításokkal volt, igen, működik. Tehát, hogy én nekem ez, én az elmúlt években ezzel a tapasztalattal, és hát most a Gergővel beszéltünk erről, és a kolléganő, aki csinálja, ő is, tehát azt mondta Gergő, hogy működik, és jól működik, hogy átugat. Én itt tapasztalattam. Köszönjük szépen, valakinek van még kérdése? Én nekem is lenne egy olyan jellegű kérdésem, hogy ugye ez, amit mondasz, hogy a törvény azt írja, hogy kellene néprajzost alkalmazni a tájházakban. Mi ezen nem így sokat gondolkodunk, hanem sokat reménykedünk abban, hogy ez majd valakulatóinknak a vevőpiaca lehet. De végül is ezt a szabadúszó néprajzosként különböző helyeken szakértő, ezzel egzisztenciát is teremtő pályalehetőséget villantod föl. Én nekem az lenne a kérdésem, hogy most egy pályakezdő hallgatónak most fejezi be az egyetemet. Te milyen tanácsot adnál, hogy hol kezdje el ezt az egészet? És hogy lehet kiépíteni egy ilyen típusú egzisztenciát, mert ugye ehhez először neked nyilván a gyömrői tájházat kellett megépíteni, és ott kapcsolatokkal rendelkezni. Igen. Ez nagyon fontos, hogy legyen egy választott témát, de ez ugye néprajzban bárkinek, tehát bármelyik szakterületen mozog. A másik, amit én nagyon fontosnak érzek itt, és azért is gondoltam, hogy a Tájház Szövetséget is bemutatom ilyen módon, hogy valamiféle szakmai szervezet, vagy olyan közösség, támogató közösség, aki a kérdéseiben az embert segíti. Tehát én most tényleg nem nagy zulásban, de nagyon sok buta kérdéssel indultam el. Akkor is, most is vannak buta kérdéseim, és mindig olyan embereket találok meg vele, akik nyilván nálam sokkal nagyobb tapasztalattal bírnak múzeumi dolgozóként, vagy szakemberként, és ténylegesen Füzes Bandi bátyámat mondhatnám az egyik ilyen jó véleményezőnek. Én nekem nem volt akkoriban autóm, és én ezekre a országjáró utakra, hogy itt van elnökségülés, meg ott van egy tájházi műhely, úgy jutottam el, hogy a Szabjár Péter Budapestről elindult, fölvette a Füzes Bandi bácsit, én megültem hátul. Úgyhogy azt tudom, hogy mind a ketten meghaltak már, és hogy azt tudom, hogy a Péternek volt naplója, amit vezetett, és csak remélem, hogy egyik másik ilyen bejegyzésében egy-két olyan sztori is benne van, és majd egyszer az napvilágot lát a család jóvoltából, amit így mi ott együtt összeraktunk. De az, hogy megszentelt tájakon járunk, mert a Füzes Bandi bácsi elmesélte, hogy ott mi volt és hogy volt, tehát ezekből is nagyon sok olyan tapasztalatot tudtam meríteni, ami egy ilyen, tehát közösséget keresni, akkor rengeteg civil munkát végeztem, tehát múzeumok majálisára úgy kivenni, hogy ott egész nap ott standolni és kapcsolatot teremteni múzeológusokkal, meg látogatókkal, és ott is. Tehát először én azt gondolom, hogy nagyon sokat kell beletenni ebbe a munkába, önerőbe, vagy önmagunk megismerése, meg a témák, területeknek a felismerés, meg fogásában, tehát hogy mi az a terület, amiben én, tehát az, hogy legyen rálátásom, hogy itt most én tudnék segíteni, az onnan jött, hogy én magam is jártam ilyen közösségekbe, tehát valamilyen szervezethez érdemes csatlakozni, én azt gondolom, kinek milyen civil, vagy múzeumi szervezet, vagy múzeumokba bejár, és ott épít ki kapcsolatrendszert, de ez biztos, hogy elengedhetetlen feltétele. Az pedig, hogy a kultúra, nyilván mindenki kultúra egy szeletét valamilyen módon megragadtam az előadásaiban, az eddigi előadásokban, hogy ezt ő hogyan értelmezi, és ő neki ebben milyen terep jut, azt meg saját magunk kezdjük el, ugye? Saját tapasztalataink révén, vagy mi az, amit mi ebben szeretnénk
végezni. Tehát nekem mindig hívó szó volt az, hogy csak annyira lenne szüksége egy adott közösségnek, hogy tovább tudjon lépni, hogy neki csak egy működési kéne. Neki van egy csodaszép gyűjteménye a Boldoginak, de nincs jól bemutatva, vagy nincs meg, tehát a mai kor emberének nem hívó szó az, ahogyan megjelenik, és ráadásul még veszélyezteti is a gyűjteményt az a felállás, ahogy volt. Ott azt éreztem, hogy ott ezt kell megszüntetni, hogy a veszély elháruljon, elsősorban ezt éreztem. Aztán jött magával az, hogy akkor már kiállítást kéne újra gondolni. Tehát, hogy mindig egyik a másik után jött, soha nem gondoltam hosszabb távon, de az biztos, hogy sose gondoltam magamról, hogy építészet, meg olyan területek, ami hát a családomban sincs, tehát pedagógusok, meg tehát tényleg nem egy... Rengeteg mindent tanultam építészeti szempontból, meglátásokat, olyat, amit én már ránézek. Tehát például Kókán ott is kiállítást akartak, ott helytörténeti gyűjtemény van. És ott is tehát hívtam utána persze a Miklós, de már arra hívtam ki, hogy miket tapasztalok. Tehát már én megállapítottam a problémákat, és azt csak jóvá hagyták. Tehát, hogy én is megtanultam már azt, hogy kell hozzáállni egy gyűjteményhez első szemmel, és ezt meg hát a sok-sok beszélgetésből. Miklós rengeteg előadását hallottam Buzás Mikinek, én is kezdőként tájházi műhelyen, meg olyanokon nevelkedtem, amit a Skanzen nyújtott lehetőséget. Főnököm elengedett a műfázból, hogy ugye elmondtam, hogy ott tanulom meg, mert nekem is gyakorlatot kell valahonnan szereznem. Tehát ugye a néprajz szakba nagyon sok minden belefér, de a gyakorlati képzésnek csak egy teletét tudja nyújtani az egyetem. Tehát nem itt tanuljuk meg azt, hogy hogyan az egyes területek hogy működnek. Ezt senki nem gondolhatja, vagy hát lehet, hogy úgy gondoltam első évesként, de a végére láttam, hogy ez nem így meg. Ellenben azt, hogy a lehetőségei mindennek megvoltak, és utána én azzal tudtam élni, azt nekünk kellett tovább lépni, úgyhogy hát mindenképpen témát kell találni az embernek, valami témát, amit vinne tovább, hogy mi az a téma, amit ő el tudna képzelni. És egyébként olyanokkal is most név nélkül, akik már nem a néprajz területén helyezkedtek el, és tudom, hogy hol dolgozik, mit csinál, és innen ismerem a tanszékről. Én azt gondolom, hogy bár nem veszik észre, de mégis az adott területen, amiket látok, hogy dolgoznak, mégis a kultúrának a szeretét. Tehát mégis foglalkoznak néprajzzal, én úgy érzem, csak így nehezen lehet megfogalmazni. Tehát én egy alapnak érzem, és ezt most így nagyon szeretném megköszönni tanáraimnak, és tényleg egy ilyen jó érzés bennem, hogy Kisbán Eszter tanárnőnek például az a mondata, hogy az a tudás, amit itt megszerzel, azt tőled senki el nem veheti. Ezt első évesként hallottam. És egy ilyen, figyeljenek ide, tehát egy olyan óra, tehát az első éves szerintem ilyen órák, első óráink egyike volt. Sose felejtettem el, és köszönöm, tanárnő. Igen, tehát hogy nekem ezek minden nehézségeimben egy ilyen erőt adó gondolatok, és az, hogy úgy érzem, hogy folyamatosan ennek a közösségnek a részese vagyok, meg hogy a tanszéknek is ilyen módon, tehát így egy családként élem meg azt, hogy vagytok, meg azt annak köszönhető, hogy azok a gondolatok, amiket most elmondtam, hogy egy mondat, egy előadásból, tehát hogy ezek így feljönnek, tehát az ember azért nyilván tanul, készül, és eszébe jutnak ezek a dolgok. Tehát nyilván valahol valami profit lesz belőle, csak az ember akkor ott épp azt nem tudja, hogy mi. Ugye mindenkinek a maga területe, kinek az antropológia, kinek a néprajzi oldala erősödik, és ez teljesen úgy érzem, hogy ez ilyen nekem egy nagyon, nagyon erős dolog.
ezért is nem tudom azt megtenni, hogy nem csinálok ilyeneket, mert valamiért szeretem ezt csinálni, és akkor ezért a gyerekek mellett is. Hát nagyon szépen köszönjük. Nem tudom, nem szeretnék senkibe kérdést, meg egyetlen kommentet semmit belefolytani. De hogyha nincsen, akkor én nagyon szépen köszönöm Edinának, hogy itt volt velünk. Utolsó gondolatok különösen nagyon jól estek az embernek, köszönjük szépen. És szeretném reklámozni, a kisbánesztert tanárnő szeretne szólni, akkor ő neki. Akkor befejezem a mondatomat, hogy a következő előadónk az Babai Dani lesz november 9-én, akkor is szeretettel várunk mindenkit, de akkor most átadnám a szót kisbánesztert tanárnőnek. Nagyon rövid lesz, köszönöm szépen, és meglepő, hogy ilyesmire emlékszik valaki. Köszönöm szépen, szervusz! Jó. Jó. Akkor még egyszer nagyon szépen köszönjük mindenkinek, és köszönjük ebben a előadásra.